Zsírfogytámbora pattán tengtek a jobbágy falvak. Füstelen tűzhelyeken főzték a forradalmat. Zsírfogytámbora pattán tengtek a jobbágy falvak. Füstelen tűzhelyeken főzték a forradalmat. Nemzeti szín lobogó röpült a szemek előtt. Behasadt fecske farka verte a zöld levegőt. Nemzeti szín lobogó röpült a szemek előtt. Fecske farka verte a zöld levegőt. Félelmes tavaszidő, láttatott seregeket, gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Félelmes tavaszidő, láttatott seregeket, gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. Gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett. 1848. március 15-e. A Pozsonyi Országgyűlés akaratához híven Batthyány és Széchenyi grófok, valamint Kossuth Lajos a magyar nemzet kívánságát a menetrend szerinti bécsi hajóval viszik a császári udvarba. Míg Bécsben lövöldöznek és vér folyik, náluk nyugalom van. És még nagyobb lesz, ha egy független kormány ígéretével térhetünk haza. 5. Ferdinánd, Ausztria császára, Magyarország királya. Ha a rendet garantálják az urak, hát nem bánom. István főherceg, te mint Homoregius, rád bízom ezt az ügyet. De mi történt ez időtájt, monorom? Az események híre hamar eljutott ide is. Ugye ti is voltatok szerdán a pesti vásáron? Voltunk bizony, és ott olyan dolgok történtek, amit még az öregapám öregapja se látott, de talán még gondolni sem mert volna. Emberek jöttek, mentek, kiabáltak, pedig egész délelőtt esett az eső. Nagy rebellió volt. Azt mondják, hogy ez a Petőfi, aki azt a szép verset írta a Kukorica Jancsiról. Akinek az anyja itt a Maglódi papnál szolgált? Az bizony. No, ez a Petőfi megírta, hogy talpra magyar. Ő írta vagy sem, azt nem tudom, de ott mindenki azt szavalta, ahogyan a torkán kifért, hogy nem leszünk tovább rabok, és erre esküszünk. Én a végét meg is jegyeztem. A magyarok istenére. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Meg pontokba szedték, hogy most már mi az, ami kell nekünk. 12 pontba. Jó dolgok voltak azok is. Aztán mik voltak abba? Mindent nem igyeztem meg, de az benne volt, hogy ne legyünk kötelesek az ingyen munkára. És nem kapnánk botütést, ha nem megyünk robotra a káptalanhoz, meg az urasághoz. Nem bizony, és a magyar legényeket ne vigyék veszi tartományokba katonáskodni a császárnak. Tavaly is odaveszett 4 monori gyerek, Galíciába, meg Taljánországba. Délután már rosszogatták a verset, meg a pontokat is. Mert azok a bátor ifjak, meg a deákok kijelentették, hogy győzött a szabadság, a szólásnak is szabadsága van, nincs többé cenzúra. Elmentek a nyomdába valami Landererhez, és kikövetelték, hogy nyomtasson belőle sokat, sokat. Nekem is jutott belőle. Anni. Azt miért nem mutattad meg már elébb? Hát gondoltam, jó lesz ezzel vigyázni. Na és aztán átmentek a Széchenyi hídján Budára, és kiszabadították a börtönből Stáncsicsot, azt, aki lemerte írni, hogy a parasztnak is, még ha szegény is, ugyanannyi jussa van, mint az uraknak. Este meg botrány volt a színházban. Melyikben? Most már több is van. Persze, a két német színház már régóta van, ez a magyar színházban volt, amit csak 10 éve építettek. Nem botrány volt az te, amikor azt a bárról szóló históriát játszották, amit korábban tilos volt. És a Petúr meg a bánk összeesküdtek a királyné meg az idegen perekutya ellen, akik élősködtek a magyar nép nyakán. A közönség úgy fellelkesült, hogy meg kellett szakítani az előadást, és ott helyben elszavalták a talpra magyart, és felolvasták a 12 pontot, mintha ezek is benne lennének a színdarabba. Az áldóját! Az akkori község főterén, itt a nagy utcában, amit 60 évvel később neveztek el Kossuth Lajos utcának, talán épp ezen a helyen volt a toborzás. Szép magyar!
Sodori honvédek közül sokan áldozták a legdrágábbat, az életüket a csatatereken. Sokan maradtak az ismeretlenség, a névtelenség homályában. Néhányukról szerencsére fennmaradtak emléknyomok, amelyek tanulságul szolgálnak az utókornak, a mai élő monoriaknak is. Szőnyi Lajos harcolt Budaváros románál. Hősiességéért medált is kapott, amit sokáig féltve őrzött, később büszkén viselt. Végül magával vitte a sírba, vele temették azt is. Szalai József, 18 éves honvéd. Vizes ponyvával leterített kocsin, lőport vitt Monorról a Gombajuton a Tápióbicskei csatába. Búró Dániel huszár főhadnagy. Mikor a bicskei győztes csata után a foglyoktól megtudta, hogy a visszavonuló osztrákok Monoron fosztogatást, szabadrablást engedélyeztek a hadsereg horvát martalócainak. Lélekszakadva nyargalt haza huszáraival, és megvédték Monort a borzalmaktól. A fiatal főhadnagy szülőfaluját és a benne tartózkodó jegyesét is megmentette. Megérkezve a községháza elé, megállította habosra hajszolt lovát, és kardjával a padlásablakban felejtett sárga-fekete császári zászlóra mutatva ráförmett a bíróra. Miféle szemét az ott? Azonnal kicserélni magyar lobogóra! Egressi Galambos Sámuel, az akkori református lelkész fia, az osztrák hadsereg tisztje volt, és azt a szörnyű parancsot kapta, hogy égettesse fel Monort. A császári tízben minden bizonnyal megszólalt a lelki ismerete, és saját életét is kockáztatva szabotálta a parancs végrehajtását. Csak egy istállót gyújtott föl, azt is a falu szélén, a főszögön. Gera József, a makói lakatosmester fia, 17 évesen az iskolapadot hagyta ott, és a deák viseltet cserélte föl önként a honvédcsákóra, mert a toborzó katonák hívó szavának nem tudott ellenállni. A makói fiú Bem tábornok hadtestében főtüzér lett, állítólag Petőfivel is találkozott. Szolgált Nagy Sándor József katonájaként, majd vécsei tábornok alatt Temesvárnál érte az összeomlás. Később Monoron telepedett le. Az ő szérűs kertje a mostani vasútállomás mellett volt az a terület, amelyet később a községnek adományozott, és ma Gera kertnek hívjuk. Tóth Mihály honvéd huszár a Főszegi kis Szihát utcában lakott. A Tápolybicskei csata során a lovat kilőtték alóla, s a nádas szélén a zsombékon fekve nézte, hogy Rózsa Sándor és a 140 ustoros betyár hogyan űzik az ellenséget a drótfégű karikással. A szabadságharc után bújdosás lett az élete, s mikor végre hazajött, a mostani pozsonyi lakótelep helyén volt Kendere Sajon Ádasának a lakója. Ide vitték neki az ételt a gyerekei. Gál András egyszerű gyalogos közlegény volt. Világos után elfogták, és 12 évre besorozták az osztrák hadseregbe. Családja a Temető és Szőlő utca, ma Deák Ferenc és Csokonai utca sarkán lévő nagy szérűs kertjét adta el, hogy kiválthassák a rabságnak is beillő osztrák katonai életből. Faragó Gergely, másik nevén Börke Gergő honvédnek nem volt szerencséje. Besorozták, és 12 évet kellett szolgálnia Itáliában a gardató mellett. Hűséges jegyese nem ment addig férjhez. 12 évet várt kedvesére. Faragó Pál, a furfangos honvéd huszár, megszökött Bécsből, és bújdosása során azt a Cserke Palkó álnevet használta, ami azután itthon örökre rajta maradt. Világos után a tisztekre súlyos büntetés, legtöbbször kegyetlen várfogság várt. 49-ben egy késő őszi estén Szankó Soma honvéd tiszt családjának udvarába beállított egy drótos. Zsíros kalapja szemére volt húzva. Csendesen köszön. Fekete ruhába öltözött nő lép ki hozzá a konyhából egy karé kenyérrel, és a jövevény kezébe nyomja. Jó ember, nem adhatok szállást éjszakára, mert egyedül vagyok, nagyon egyedül. A drótos nem mozdul, s amint a nő látekint, látja, hogy a porlepte arcon könyv folyik végig. Ekkorra már a két kisgyerek is előkerül. Apa, megjött apa, tört ki az öröm. Behúzzák a konyhába az elveszettnek hittet, becsukják az ajtót, az anya szájára teszi a kezét, és figyelmezteti a gyerekeket. Gyerekek, pszt, itthon van apa, de senkinek se szabad tudni. Másnap jönnek a szomszédok, és ilyetten mondják. A két kisgyerek szaladgál az úton, és mindenkinek mondja, hogy itthon van apa, de pszt, senkinek se szabad tudni. A honvédtisztnek ismét menekülnie kellett. Jól is tette, mert egy óra sem telt belé, és zsandárok állták körül a házat.
Kapu János honvédtiszt a tápióbicskei csatában rohamban a hídon elölvitte a vörös sípkások zászlaját. A szabadságharc után emigrált jutott neki osztályrészül. Részt vett a krími háborúban, és az oroszok ellen küzdött az őket befogadó török hadseregben. A Kaukázus után megjárta Itália harctereit. Garibaldi hadnagyaként harcolt az olasz szabadságért. Hősiességéről katonai emlékérem tanúskodik. Szabó Zsiga élete végéig a szobájában, a fiókos subló tetején őrizte Bojta zsinaros honvéd csipkáját. Csető István öregkorára is megőrizte a katonavirtust. Tanyájáról jövett gyakran, a kerítés tetején ugratott be lovával, ha nem nyitották ki időben a kaput. Skránya Mihály, mikor öreg csőszként élte életét, szívesen mesélt a kisgyerekeknek. Kivált, ha dohánnyal vagy borocskával segítettek neki az emlékezésben. Izgalmas, kiszínezett történeteit érdekfeszítően mesélte. Úgy mondják, ő volt a monoliak Hári Jánosa. A főszögön lakó Cele Isvánról pedig azt tartották, ő volt a tréfacsinálás mestere. Ifjú korában katonapajtásait vidította, később pedig vendéglátóit, ugyanis gyakran hívták vendégségbe, disznótorokba, hogy vicces történeteivel, jódalos lévén nótáival, és ami különleges tudása volt, verbunkos táncával szórakoztassa a társaságot. A kiegyezést követően 1867-ben megalakult a Monor Mezővárosi Honvéd Védegylet összesen 56 fővel. Első elnöke a Monor elpusztítását megakadályozó Búró Dániel volt. Kossuth Lajos tiszteletére nevezték át Monor legrégibb iskoláját és legnagyobb utcáját. A mi iskolánkat a Nemzetőr utcában Nemzetőr általános iskolának hívják. 1948-ban a 100 éves évfordulóra Monor ifjúsága gyönyörű emlékzászlót készítetett. Most a helytörténeti kiállításon látható, s a község ezt a másik emlékművet, a bástyából kinyúló esküre emelkezett állítatta a Kossuth szobor mellé. A honvédek halála után is jelentőség teljes ünnepségek rendezésével adóztak március 15-e emlékének. Monoron, akár csak másút, azóta is nagy becsben tartják a forradalom és a szabadságharc eszméjét. De elegendő-e ez a becsben tartás? Ők itt hagyták példájukat, áldozatot hoztak, életüket sem féltve védték szülőföldjüket, Monort, védték a hazát, védték a jövőt. Vajon mi képesek leszünk-e megküzdeni nehézségeinkkel, képesek leszünk-e példát adni és vállalni akár a küzdelmes életet, hogy utódainknak is legyen jövője e szülőhazában? Ők akkor megtették a magukét. Most rajtunk a sor. Merítsünk hát erőt ebből a páratlanul gazdag örökségből, bátorítsanak a dalok, amelyeket a monori hősök is oly lelkesen énekeltek. Szülőanyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék, hogy így igaz hozzád. Márai Sándor könyvében ezt olvassuk. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Egészen ünnepelni, azaz szívvel, lélekkel. És egészen ünnepelni, azaz fiatalok és idősek, kicsinyek és nagyok együtt, egészen tudunk majd ünnepelni ma, amikor 1848. március 15-ére emlékezünk.
1848. március 15-én a magyar nemzet egyöntetően fogalmazta meg a célt. A nemzet megmaradása, a nemzet szabadsága, a nemzet jövője, a nemzet valóban nemzetté válása, a nemzet felemelkedése, a nemzeti lét kiterjesedése. 1848-49 hősei tudták, ahhoz, hogy mindezt elérjék, ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, ahhoz össze kell fogni, ahhoz egybe kell fornia a magyarságnak. Ám ehhez valóban nemzeti célokat kell képviselni. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-e a magyar szabadság születésnapja. 1848. március 15-e a polgári Magyarország születésnapja. Ez a nap mindörökre magyar. Mindörökre és mindenestől a miénk. Ez a nap még magyar ember éle földön mindig ünnep lesz. Sosem fordulhat elő, hogy valaha is kiradírozzák a lelkünkből, a közös magyar emlékezetünkből. Még akkor sem, ha vannak, akik próbálkoznak ezzel. Történelmünk során többször előfordult, hogy szerették volna törölni emlékezetünkből, de március 15-e olyan a magyarság történetében, mint a hegyi patak, amely újra és újra előbújik, mely újra és újra fellelkesíti a magyar szíveket. Tisztelt ünneplők! Azt mondjuk, hogy 1848. március 15-e a polgári Magyarország születésnapja. Ám ez nem azt jelentette, és ma sem jelenti azt, hogy 1848-49 hősei azt egyszer és mindenkorra kiharcolták volna. Adtak nekünk egy mintát, egy példát, egy örök magyar eszményt, amelyért meg kell nekünk is küzdenünk, amelyért minden nemzedéknek meg kell harcolni. 1990-ben megtörtént a politikai rendszerváltás. Kivívtuk politikai szabadságunkat. De a gazdasági szabadságunkért továbbra is harcolni kell. A gazdasági szabadságjogok megszerzése legalább akkora jelentőségű, mint a politikai. A gazdasági szabadságjogokat az elmúlt két évtizedben nem sikerült kivívni. Ma Magyarország függése az úgynevezett nemzetközi pénztőkétől soha nem látott mértékben emelkedett. A nemzetközi pénzintézetek, akik mögött mindig kitapintható érdekközösség áll, akarják tanácsolni, megmondani, hogy mit tegyünk, hogy mit termeljünk, hogyan kereskedjünk, milyen gazdaságpolitikát folytassunk. Tevékenységük során azonban figyelmen kívül hagyják az itt élő emberek érdekét, életét, figyelmen kívül hagyják nemzeti sajátosságainkat, nemzeti érdekeinket és értékeinket. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a kapott tanácsok, utasítások nem magyar érdekeket szolgáltak. Ma azért kell küzdenünk és harcolnunk, hogy legyen megélhetés, legyen munkahely, hogy lehessen polgári életet élnünk, hogy fiainknak, lányainknak ne kelljen elköltözni azért, hogy jövőt, családot alapozzanak, hogy boldoglást ne külhomba kelljen keresniük. Ezért feladatunk, hogy harcoljunk a magyar nemzet és saját gazdasági érdekeink érvényesítéséért, és ne engedjük, hogy Európába mások kiszolgálói, másodrendű nemzetté váljunk. Tisztelt ünneplők! Még egy feladatunk van, amelyre 1848. március 15-e emlékeztet bennünket. A haza, a nemzet megbecsülése és iránta való hűségünk. Nemzetünkért érzett felelősségünk. Ma az úgynevezett világpolgárok, valamint állampolgáraink egy része azt mondja, a hazafiság valami régi, ócska holmi, amit el kell dobni, vitrínbe zárni. A hazafiság említésekor sokan legyintenek, vagy nevetnek. A hazafiság azonban nem ilyen ócska holmi. A hazafiság ma is nemzetet fenntartó erő és erőforrás. Ma is azok a nemzetek erősek, ahol saját nemzet megbecsülése, a hazafiság az ott élők lelkében igen erős.
Gondoljunk őseinkre, szüleinkre, nagyszüleinkre, hogy milyen tisztelettel, elfogultan és könnyes szemmel tekintettek fel a magyar nemzeti lobogóra vagy kokárdára. Feladatunk, hogy ápoljuk hagyományainkat, a magyar értékeket, a magyar érzéseket. Visszatekintve több ezer éves történelmünkre megállapíthatjuk, hogy vannak magyar értékeink, vannak magyar hagyományaink. Követeljük meg minden állampolgártól, aki itt akar élni, itt akar boldogulni, hogy ezek az értékek és hagyományok jelentsék nekik is a közös társadalmi minimumot, amelyet be kell tartani. Tisztelt ünneplők! Legyünk büszkék a magyar hagyományokra, a magyar értékeinkre, 1848-49 hőseire, ezeket adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak, és tegyünk értük, ápoljuk, hogy elmondhassuk nyugodt szívvel az említett Mára idézetet, ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.